Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként nézzük mai adásunk tartalmát röviden. Szerest Szentendrét Egyesület, Rabrábi nyomában a tematikus sétán. Opánke táncegyüttes, szerb táncok a főtéren. Kis Norbi, a magyarországi futamokon dobogóra állt a Szentendrén élő versenyző. Folytatottak a Szerest Szentendrét Egyesület tematikus sétája a városnyárzáró rendezvényén, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálta a neki leginkább tetsző programot, az egyik népszerű tematikus túrán Rabrábi nyomába eredhettek a résztvevők. Több mint 500 város ismereti sétaszervezésén van már túl a Szerest Szentendrét Egyesület, akik a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretein belül is több tematikus sétával készültek a látogatóknak. Minden alkalommal egy helyi lokálpatrióta vezette a várost különleges látásmódon keresztül bemutató utakat. Az elmúlt hétvégén az egyik ilyen lehetőség volt a híres Jókai regény, a Rabrábi helyszíneit bemutató séta. A regény állomásait felkeresve keltek útra augusztus 28-án délután Okurtai Miklós vezetésével a Rabrábi nyomában tematikus séta résztvevői, akik egy kis kincskeresésen is részt vehettek amellett, hogy megismerték Szentendrét egy regény helyszínein keresztül. Jókai Marrá Rabrábi című regénye viszonylag ismert a közönség számára, bár azt lehet tudni, hogy nem a legnépszerűbb Jókai regények közé tartozik. Ami miatt viszont Szentendrén különös jelentősége van az az, hogy a történet Szentendrén játszódik. A felfedező sétának egy alcímet is adtam, a Forradalmár vagy Szerencselovag, hiszen Jókai egy romantikus regényben mutatja be Rábi Mátyás életútját. Ugyanakkor lehet róla tudni, Jókai maga is hivatkozza azt, hogy nem kitalált szeméről van szó, hanem valóban élt személyiség, és nagyon érdekes azt a séta végére megtudni, hogy mindez, ami a regényben, egy nagyon romantikus kaland regényben lejátszódik, az a valósághoz milyen köze van. Ugyanakkor, ami viszont számunkra izgalmas lehet, hogy a regény alapján jó pár helyszín azonosítható. Rögtön itt a kiinduló pont is egy ilyen, hiszen az első fontos jelenet a regénynek az őszi, a szüretet követő adószedés. Az egész regénynek ez a fő problematikája, hogy sanyargatják a népet, több adót szednek be tőlük, mint amennyit kellene, és ennek az államkincstár felé benyújtandó részét se küldik el, hanem a városvezető ezeket maguk hasznára félreteszik, és hát Rábi Mátyás az, aki le akarja leplezni ezeket a visszaéléseket, és egyszer mind a sanyargatott nép megmentését is célul tűzi ki. Itt van tőlünk nem messze az úgynevezett Dézsmaház, a legenda szerint ez volt az adószedő hely. A korabeli 18. század végi térképek egyébként jól mutatják is ezt a helyszínt. Hoztam a sétálók számára egy ilyen térképet, érdekességkép, hogy akkor már létezett ilyen. A Dézsma utca az akkori város határát jelenti, és ettől északra, nyugatra nagyszőlős dombokat jelöl a térkép. Tehát valóban a szüret után ide érkeztek meg a kocsival a parasztok, és itt adták le az összes adót, értelemszerűen a Dézsmát, ami az egyházi adó volt, illetve a kilencedet is itt rögtön elvették tőlük, és még a további adókat, amiket a regény nagyon színesen mutat be, hogy milyen hatalmas terhé voltak a népnek abban az időben. Minden látogató Jókai Mór történetének lehetett a résztvevője néhány percre, amikor a Dézsma utcától elindultak felfedezni a hétköznapokból felületesen ismert szentendrei helyszíneket. Egy ilyen kellemes kis beszélgetős, várost megismerő bemutató séta ez, olyan másfél-két órányi hosszú. Ami fontos, hiszen a másik alcíme a sétának az, hogy kincskereső séta,
Ugyanis a legenda, a regény legendája szerint a város vezetői ezeket az aranyakat egy hatalmas nagy ládába gyűjtötték egy titkos helyre, és ahogy a séta során majd mesélem, bemutatom a regény folyamán, hogy zajlottak az események, sorra mindenki meghal, aki tudja, hogy hol volt ez a láda elrejtve, és az a legenda itt él a városban, hogy ez a láda bizony még valahol ott kell legyen, valamelyik pince mélyén, titkos helyen elrejtve, és hát ennek a sétának a második fele az erről szól, hogy különböző ilyen kódfejtő, titkosírásfejtő helyzetekben, ha sikeresek, egyre közelebb juthatunk ahhoz a pincéhez, ha reményénk szint ott van a kincs. Ez a séta a Szereszentendrét Egyesület égisze alatt zajlik. Én maga is tagja vagyok ennek a Városi Civil Egyesületnek. Az Egyesület egyik fő, igen, most érkeznek már ismert sétálók. Az Egyesület 10 éve létezik itt a városban. Jó pár éve elnyerte az Év Egyesülete címet is, tehát kiemelkedő munkásságnak tartották azt, amit mi csinálunk, hogy az Egyesület tagja csinálnak. Egyik fő esemény, ami az Egyesülethez köthetők, ezek az úgynevezett tematikus séták. Az elmúlt 10 évben most már 60 felé járnak ezek a séták. Vannak visszatérő érdeklődők, de mindig vannak új arcok is. Most ezen a hétvégén, ami a városban egy ilyen kitüntetett nyárvégi pillanat ezzel a eseménysorozattal, a Szentendrei éjjel-nappal nyitva eseménysorozattal, ebben a 3 nap alatt 5 ilyen sétát szerveztünk az Egyesület részéről. Ez az utolsó, az 5. így a sorban. A Rab Rábi nyomában címet viselő séta nem csak a turistáknak szólt, a résztvevők között számos szentendrei ismerőssel is találkozhatott a látogató. Idén voltunk el, és azt hiszem ez most a 3. vagy 4. ilyen túránk, mindegyikben találtunk érdekességet, érdekes helyeket, olyan helyeket, ahol eddig előtte nem jártunk. Megismerjük a városnak az ilyen rejtett, titkos szépségeit, azokat, amik a nagy közönség a turisták elől elzárva vannak. Más szemmel nézi a várost azóta, mióta a túrákra jár? Azt hiszem, az a fesztivál után nézem egy kicsit más szemmel, mert nagyon kultúráltan tudnak a fiatalok szórakozni. Azt gondolom, hogy több mindenre lenne szükségünk. Egy ilyen nagy fesztiválokra, amikor így pezseg, él a város, és így mosolyognak a fiatalok, az idősek is, mindenki megtalálja a helyét. Szerintem ez nagyon jól sikerült most ez a éjjel-nappal Szentendre fesztivál. Én gratulálni tudok csak hozzá. Akadt, aki azért jött el, hogy a közelmúltban választott új otthonát jobban megismerje. Én már szentendrei vagyok most már egy 8 hónapja, és nekem ez egy ilyen városismereti túra. Gyakorlatilag most amire tudtam, beneveztem, és hát nagyon élvezem ezt a sétát. Értve hát minden ilyen sétát, minden, ami a várossal kapcsolatos. Esetleg a Miklós előadás módja miatt szeretett bele ezekbe a túrákba, vagy van egy másik vonatkozás, ha szereti-e Jókai regényét, a Rab Rábit? Hát ugye hallottam róla, és szeretném megismerni őt, tehát inkább az, hogy hogy nem ismerem még a személyét, ezért vagyok itt, és hát gondolom, hogy itt rengeteg olyan információt fogok kapni róla, ami a városhoz kapcsolódik, és nyilván egy szentendeinek ezt tudnia kell kötelezően. Én mindenféleképpen szeretnék jó szentendei lenni, és ez hozzátartozik az, hogy ismerjem, ahol lakok. A tematikus séták alkalmával ismerős arcokat is felfedeztek azok, akik már nem első alkalommal vettek részt az egyre népszerűbb programokon. Fantasztikus, nagyon jó a társaság, tehát az a Szereszentendrét Egyesület az egyszer lenyűgöző, hihetetlen lokálpatrióták, lelkesek és nagyon jó túrákat csináltak. Hát ha jól tudom, ez lesz az 57. Úgyhogy nagyon jó. Én nagyon szeretem. A mai túrától mit várnak? Egy jó. Is hoztam. Most én. Egy jó kis sétát a városban, megismerjük a különböző történelmi emlékhelyeket, úgyhogy ennyi, de a tegnap este is csodálatos volt. Bár a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválra egy újabb évet kell várni, addig a tematikus sétákra folyamatosan lehet jelentkezni, hogy a résztvevők megismerjék, tovább vigyék Szentendre különleges történeteit, helyszíneit. 2 éves OK és idegenvezető szakképzés indul Szentendrén,
szeptember 1-jével a Szakkai József szakközépiskola szervezésében. A szakmai tárgyak tanítása mellett az iskola nagy hangsúlyt fektet az intenzív nyelvoktatásra, mivel a középfokú nyelvvizsga megszerzése az idegenvezető szakmai vizsga előfeltétele. A képzés szerves részét alkotják a gyakorlati város ismereti túrák, múzeumlátogatások, amelyhez az iskola nagy segítséget kap a Ferenci Múzeumi Centrumtól. A képzésnek a Református Gimnázium ad otthont. A több évtizedes múltra visszatekintő Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület táncosainak köszönhetően elevenedtek meg a délszláv népek tánchagyományai a Szentendrei főtéren, a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon augusztus 26-án este. Nagy sikere volt a táncháznak, ahová szívesen bekapcsolódtak az éppen arra járó emberek. Környék több településén jól ismert az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület, akik több mint 3 évtizedes munkásságukkal nem csak Magyarországon, de a határokon túl is sikereket értek el a szerb táncok hagyományainak életben tartásával, népszerűsítésével. Olyan városban, mint Szentendre, ahol évtizedek, évszázadok óta több nemzetiség él egymással békében, fontos, hogy a kulturális sokszínűség a város életét meghatározó eseményeken is teret kapjon, ahogy az elmúlt hétvégén is látható volt. A nyár záró fesztivál látogatói egy igazi szerb táncházba csöppentek bele Szentendre főterén az Opánke Tánc együttessel. Aki a hétvégén lemaradt a pomázi székhelyű szerb együttes Szentendrei Táncházáról, a közeljövőben számos lehetősége lesz megnézni táncukat, megismerni zenéjüket a környék és az ország több őszi fesztiválján is. Az elmúlt hétvégén a Hungaroringen rendezték meg a Kamion Európa Bajnokság következő futamát, ahol a kétszeres címvédő, a Szentendrén élő Kis Norbert is rajthoz állt a 2 hónapos nyári szünet után. Kis Norbert mindkét versenynapon értékes pontokat és dobogós helyezéseket szerzett. 2 második és 2 harmadik helyjel zárta a hazai futamot a szentendrei versenyző, aki az EB összesítésében is a dobogó 3. fokára ugrott a szlovákiai folytatás előtt. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan 7 embere című magazin műsorunk következik, hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!